Nemrégen találkoztunk Budapesten. Még visszagondolt az egészre? Igen, egy rendkívül jó sikerült rendezvény volt. Egy nagyon fontos eleme volt a magyar-szlovák gazdasági kapcsolatok építésének, és egyúttal nálunk ez egy nagyon fontos nyitány volt Budapesten, méghozzá a tudományos élet, a felsőfokú oktatás irányába való nyitásnak egy nagyon fontos eleme. És annak én személy szerint nagyon örültem, hogy ez a magyar-szlovák kapcsolatoknak a jegyébe történt. Úgy gondolom, hogy az a szekció, amit én viszek, ez a visegrádi országok gazdasági kapcsolatainak fejlesztéséért szakmai osztály, ez egy beszélő név, tulajdonképpen a nevében benne van a küldetése. Tehát alapvetően Szlovákiával, Csehországgal és Lengyelországgal való kapcsolatok fejlesztése a fő feladat, és itt örömmel megoszthatok egy új hírt. 2016 és 2020 között időszakra elkészült a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának az új stratégiája, és ennek a központjában a visegrádi országokkal, benne Szlovákiával való kapcsolatoknak az építése áll. Ez a budapesti kamarai bekötés. Másik oldalon pedig a Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamarának vagyok ugye a társelnöke, azon belül pedig egyértelműen a magyar-szlovák kis- és középvállalkozások közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztés elnöke, azon belül pedig egyértelműen a magyar-szlovák kis- és középvállalkozások közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztése. Praktikus példákat fogok mondani, konkrét üzleti partnereknek a megkeresése, tehát gyakorlatilag a keresletnek és a kínálatnak az összekötése. Ez vonatkozik a vásári részvételtől kezdődően, a jármokok, jármoki, ugye Szlovákiában így hívják a vásárokat, ahol a kézművesek be tudnak mutatkozni. Ez egyértelműen a hazai vállalkozások, tehát a magyar vállalkozások számára egy nagyon jó piaci megjelenési lehetőség. Ugyanakkor pedig az határ mellett az északi részen, Komárom megyében, Nógrád megyében, Pest megyében, Borsod megyében, egészen Győrmoson, Sopron megyéig mindig hívjuk a szlovákiai vállalkozókat, hogy ők is nálunk mutassák be a termékeiket, szolgáltatásokat. Ez a munkakamarában azt hiszem nagyon közel van a közgazdasági diplomáciának. Olyannyira fején talált a professzor ura szöget, hogyha ezt elmondhatom, vagy büszkélkedhetek vele, hogy az elmúlt két évben fölkérést kaptam a Károli Gáspár Református Egyetem Állami és Jogtudományi Karától, ahol gazdaságdiplomáciát oktatok posztgraduális képzésnek a keretében. Tehát gyakorlatilag a puding próbálja az evés, ahogy ezt szoktuk mondani. Tehát a gyakorlatban elsajátított ismereteket osztom meg tulajdonképpen az ottani tanulókkal, mondjuk ez a személyes történetem. Másik oldalon pedig azért is mondtam, hogy fején tetszett találni a szöget, mert a kamarának az egyik fő tevékenysége a gazdaságszervezés. Tudja, hogy írtam könyvet, a Pentalógiát, ahol ezt állandóan ismételem, hogy a gyakorlat és az elmélet. Úgy gondolom, hogy igen, mindenféleképpen szeretnénk ezeknek az ismereteknek az átadását intézményessé tenni. December 9-én ülünk tárgyalóasztalhoz a bratislavai, a pozsonyi kereskedelmi és iparkamarával, és ezen a találkozón többek között én szeretnék a vállalkozások oktatásáról, továbbképzéséről is eszmét cserélni velük. Én úgy látom az egészet, és ez úgy érzem, hogy ez olyan szellemi ajándék Magyarországnak, és én szeretném, ha erről a magyarok tudnának. Nagyon hasznosnak tartom a kiadvány sorozatot, a Pentalógiát, és azt is, hogy ezt megismerjék. A jóbornak is kell a cégér, ahogy ezt szoktuk mondani. Tehát mindenképpen meg kell ismertetni azt, hogy egyáltalán van egy ilyen lehetőség. Ebben a kamaráknak nagyon fontos szerepe lehet. Most igyekszünk egy picit máshogy csinálni, hogy egy kisebb kiadásban, ami olcsó lesz, fekete-fehér nyomdás és utala. Azt hiszem, hogy sikerülhet. Ez jó ötlet, esetleg még a digitális feldolgozás is érdekes lehet, amikor egy lemezre történik ennek az applikálása, és gyakorlatilag számítógépen keresztül történik ennek az elérése. Először a papíron, aztán a
elkönyvelés. Fontos az, hogy ott legyen otthon a könyvtárban, ugye, hogy bármikor mondjuk, hogy este lefekszik a zárba, és akar átmenni, nem fog kapcsolni a számítógépet. Igen, én úgy gondolom, hogy a könyv első lépésnek nagyon jó. Az egyik magyarországi vezetőtől hallottam azt, aki szintén már elmúlt 50 éves hozzám hasonlóan, hogy mi vagyunk az utolsó generáció, akik még újságot olvasnak, és nem interneten szerzik be a híreket. Hát remélem, hogy ez a... Mit érdekes tudna nekem még mondani a saját tevékenységében? Amit szeretnék kiemelni, és itt az előadásomat, vagy ezt a rövid kis referátumot, amit tartottam, ezt is tulajdonképpen az együttműködésre, a kooperációra, a koordinációra helyeztem. Szerintem a legnagyobb kihívás az lesz a szlovák vállalkozók és a magyar vállalkozók előtt, hogy kötelékben repüljünk, együtt mozogjunk, tanuljunk meg úgy együtt pályázni, együtt rámenni üzleti lehetőségekre, ahol mondok egy konkrét példát, a magyar építőipari, szlovák építőipari vállalkozók közös csapatot alkotnak, innen a villanyszerelők jönnek, onnan a vízvezetékszerelők jönnek, és ennek van egy összefogása, amin keresztül nagyobb eséllyel tudunk üzleteket megnyerni. Mi jobb helyzetben vagyunk, azt kell, hogy mondjam, a törvényi szabályozásokán, és mikor a Pozsonyi Kamara vezetőivel beszéltük, mondtam, hogy én maximális segítséget és lobbit meg fogok adni nekik az itteni oldalon, szlovákiai oldalon, hogy az itteni jogi szabályozás az hasonló legyen, mint a magyarországi. Szlovákiában önkéntes a kamarai tagság, nálunk meg kötelező a regisztráció, ami annyit jelent, hogy például a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában 340 ezer a regisztrált vállalkozóknak a száma, tehát ez egy hatalmas adatbázis. Most ha mondhatok egy példát, rendkívül szeretem Kassát és értékelem a kassai kamarának a munkáját, viszont önkéntes alapon működik, és nem éri el a 200-at a kassai kamara tagjainak a száma. És tudom azt, hogy Kassán sokkal több vállalkozó van, és azt szeretném, hogyha a kassai adatbázisban, úgy, mint nálunk, minden vállalkozó automatikusan benne lenne. Nagyon közel van a politikai kérdések és a közgazdasági kérdések. Így van. Van valami tapasztalat, valami... támogatás a politikai szinten? Én úgy gondolom, hogy a kamarai rendszereinket össze kell illeszteni, össze kell dolgozni. Tehát a visegrádi országok akkor lesznek ütőképesek, akkor lesznek igazán flexibilisek és eredményesek, hogyha a szlovák modell, a lengyel modell, a cseh modell és a magyar modell a lehető legközelebb kerül egymáshoz. Megkérdezem egyenesen. Volna lehetőség találkozni személyesen a Orbán úrral például? Hát ez egy hosszas erőkészítést igényel, tehát az ő titkárságán keresztül lehet ezt leegyeztetni. Erre azért nem tudok határozott igennel válaszolni, mert az ő beosztása a miniszterelnök úrokhoz hasonló meglehetősen. És azért kérdezem, mert nekik ez egy fontos téma a politikai fellépésekben, és tehát van-e nekik is gyakorlat a konkrét emberekkel, akik csinálnak? Igen. Ha mondhatok egy párhuzamot, körülbelül egy olyan 10 évvel ezelőtt a Bajor kamara, a Müncheni kamara, ami az egyik legbefolyásosabb kamara Európában, a magyar kamarai modellnek a megerősítése érdekében ugyanúgy lobbizott az akkori kormánynál, mint ahogy én javasoltam a pozsonyi kollégáknak, Jonas és Majtán kollégáknak, hogy lobbizzunk együtt ennek a célnak az érdekében. Az az érdekünk nekünk magyaroknak, hogy erős szlovákiai kamarák legyenek. Tehát ez nagyon fontos. Beszélni erről összefüggve a magyar tevékenységgel, és kérni a tapasztalókat, mert a politikai emberek sokat beszélnek a dologról, de keveset intéznek. Igen, én úgy gondolom, hogy egy jó gazdaságpolitikai fórum, ahol professzor úr is részt vesz, és mondjuk annak a meghívottja a két országnak a miniszterelnöke, tehát hogyha teremtenénk egy olyan alkalmat, egy olyan lehetőséget, ahol megcéloznánk az első számú vezetőket mind a két oldalon, az egy jó alkalmat jelenthetne pluszban. Örömmel mondhatom viszont, hogy december 8-án, 9-én Budapesten lesz egy magyar-szlovák gazdasági vegyes bizottsági találkozó,
És ennek a találkozónak a keretében a két ország gazdasági minisztériumának a vezetői és külügyminisztériumának a vezetői, külgazdasági minisztériumának a vezetői helyesebben szóval fogják képviselni magukat. A mi oldalunkról Magyar Levente államtitkár fogja vezetni a tárgyat. Én azt szeretném kiemelni, hogy köszönöm a meghívást. Én nagyon nagy örömmel voltam itt. Most már több mint 10 éve foglalkozom a magyar-szlovák gazdasági kapcsolatokkal, és én ezt szívügyemnek tekintem, szeretném önnel folytatni.